Sziasztok, komoly bajban a tech szektor, és rögtön bele is csapok a közepébe, mert nagyon sok mindent kell átnéznünk. Az első az Amazon, aminek kijött ugye az earnings és mindenki nagyon happy volt, hogy úristen, ez nagyon jó, de gyakorlatilag minden revenue-val kapcsolatos előbecsléseket e, kihagytak, és nem tudták elérni azt, ami ki volt tűzve célul. Ez pedig egy nagyon-nagyon komoly jelzés arra, hogy egy ilyen begyengült piacon mit jelenthet ez hosszú távon. Megnézzük az Amazonnak a csártyát mindenféleképpen, hogy értsük is miről van szó, és miért nem nagyon sikerül neki felállni, és miért vagyok még továbbra is negatív ezzel a részvényel kapcsolatban, és azt is megnézzük, hogy még milyen részvényekkel nem kis cégekről van szó. De nézzük először az Amazont. Oké, okay, tehát az Amazon egy az egybe beszakadta a 2731-es szintre, és csak hogy az arányokat tudjuk hasonlítani az all time high szintől, ez egy laza 28%-os szakadás. Nos, ennek az 50%-át visszadolgozta körülbelül, viszont a hatalmas nagy earnings örömre, illetve annak a volume szintjére, amit ki tudott váltani, gyakorlatilag csak azt tudjuk ráhúzni, hogy eljutott az 50-es emáig, de nem tudta azt megtörni még ezzel az erővel sem. Ez pedig egy nagyon komoly felkiáltójel egy def Cross után, és hogyha egy részvény ennyire be tud gyengülni, de nem képes az 50%-os korrekción túlmenni, akkor bizony nagyon-nagyon szomorú jövő elé néz. Azzal, hogy megkezdődött a téli olimpia nyilván a részvénypiac, illetve feltehetően a részvénypiac egy kicsit meg fog nyugodni, a short sell eladásokkal kapcsolatban. Viszont arra számítani kell, hogy ha ez csökkenti a volume szintet, akkor csak ideig óráig tud fent maradni. Ugyanis a piac nagyon-nagyon komoly veszteségeket szenvedett el, és meg fogjuk nézni, hogy hogyan és miként lehet ezt kihasználni. A legrosszabb egyébként ebben az időszakban az, hogy nagyon-nagyon nehezen tudunk prediktálni. Ez nem olyan, amikor felfelé megy az ár, és ki tudjuk számítani az értékekből, meg a balance sheetből, hogy mennyit érhetne maga a részvény, meddig tud elmenni, és akkor apróbb kisebb terveket fogunk eltervezni gyakorlatilag, hogyan használjuk ki az alacsony vagy a magasabb idősíkokon. Itt egy az egyben szakad, és bármikor neki állhat szakadni az első rossz dologra, ami kikerül, és nem feltétlenül a CNBC-re, hanem bármilyen más hírközlési Na de nézzük meg, hogy mit tudunk csinálni az Amazonnal egészen pontosan, mert ez úgy rossz hír egyébként a cégnek, viszont nem feltétlenül rossz hír nekünk, akik ki szeretnék használni, ha tudjuk, hogy hogyan kell. Nyilvánvalóan most vissza kell fékeznünk a kereskedésből. Láthatjuk azt, hogy ebben a régióban hatalmas volyummal tud mozogni az ár, ugyanakkor nem tudja kiszakítani magát a negatív régióból. Ez azt jelenti, hogy továbbra is negatív nyomás fog ráhelyeződni, még akkor is, hogyha egyébként próbálják felnyomni a részvényt, ugyanis arra nem nagyon lesz volum. Az egy nagyon fontos információ, hogyha meg tudja törni a részvény a 3.005 dolláros árat, akkor viszonylag biztonságosan jut el a 2.731-ig, így hogyha azt még egyszer megközelíti, és még egyszer megpróbálja lefelé törni, nyilvánvaló short skal pozíciókkal fogjuk kihasználni ezt a régiót. Azonban hogyha ettől is lejjebb fog tudni törni, akkor az már azért probléma, mert a következő célár az igencsak alacsony, 2.032 dollár. Feltehetőleg gyorsan fogja megtenni ezt az utat, így mindenféleképpen skal pozíciókra lesz szükségünk, és nem pedig hosszú távú vagy középtávú pozíció tervel kihasználni ezt a süllyedést. Jelenlegi számításaim szerint az Amazon a következő pár hónapban negatív territóriumban tud mozogni. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz majd emelkedő gyertyája, nem lesz majd pozitív napja vagy hete, hanem a legnagyobb mozgásokat ebben a pár hónapban lefelé fogja elkövetni. A következő részvény, amit megnézünk, az a PayPal. Nagyon hasonló, de talán még durvább. Nézzük is meg a csártyát, és hogy mit tudunk vele kezdeni. Nos, a pépának a szakadása az Amazonnál jóval-jóval durvább, és meg is mutatom, hogy ez mit jelent egészen pontosan. Hogyha ez még így nem sokat mondana nektek, akkor kimérem, hogy pontosan ez hány százalék szakadást jelent az all-time high-tól, és megközelítőleg 61 százalékos korrekcióban van. Na most itt annyival kijelítom saját magamat, hogy ezt már nem korrekciónak, hanem konkrét összeomlásnak tekintjük egy részvénynél, hogyha 61%-ot tud lefelé menni. Na de lehet ezt még használni valamire. Az elem egyértelműen jelez nekünk, hogy ez még itt nem a vége, de megtorpanhat, hiszen egy nagyon komoly support szintre ért. Ezt be is húzom nektek rögtön. Ez azt jelenti, hogy fel kell függeszteni a kereskedést, és meg kell nézni, hogy mit fog csinálni. Nyilván meg fog próbálni felállni, de hogyha nem lesz elég erős hozzá, ha tényleg ennyire durva az eladás, akkor sok felfelé mozgást nem kell várnunk tőle. Mivel határozottan igazolt nekünk, hogy a 179 dolláros szintet nem akarja felfelé elhagyni, ezért határozottan arra várok, hogy a 124,64 újra megtörjön lefelé, újra elessen a részvény, és pontosan úgy, ahogy az Amazon esetében a 82,87-ig fogom lefelé intradés kalpolni shortban a részvényt. Ez nagyon-nagyon egyértelmű jelzés, és egyébként, hogyha le fog érni az aljára, amiről még nem tudjuk, hogy hol van, akkor nyilván el fog egy kicsit aludni a részvény, bár itt már sokkal nagyobb eséllyel fog majd pattanásban is megpróbálni felfelé menni. Véletlenül sem próbálom meg elkapni az alját, és még csak véletlenül sem próbálom megtippelni, hogy vajon ez volt-e az, és akkor belevásárolni, hogy majd akkor innen elindulunk felfelé. Ez a legnagyobb öngyilkosság, amit elkövethet az ember, vagy legalábbis a saját tőkéjének a nyilvános kivégzése. Amit ilyenkor tenni kell, hagyni szépen leírni, hogyha valaki nem akar sortolni, megvárni, míg bebizonyítja, hogy valóban elindult felfelé, és azt is szeretné, hogy felfelé mozogjon, és utána belenyitni a vásárlási pozíciókat. De a Facebook sincs könnyű helyzetben, úgyhogy most a Facebook jártját is megnézzük, hogy mit tudunk vele egyébként csinálni, hagyjátok, tudunk vele valamit csinálni, sőt, tulajdonképpen megnézzük, hogy mit is csinál valójában maga a részvény. Nos, a Facebookkal kapcsolatban volt egy predikciónk, az első az volt, hogy ha 200-as mozgó átlagot megtöri, akkor viszonylag hamar meglátogathatjuk a 297 dolláros szintet. Ez megtörtént. A predikció második része az volt, hogy egyébként, ha meg tudja törni majd a 297 dolláros szintet, akkor a következő célára az tulajdonképpen a 254 dolláros szint lett. Nos, ez is megtörtént, csak nem egészen úgy, ahogy először elgondoltuk, ugyanis egy történelmi, nagyságú, hatalmas geppen nyitott alá azonnal, és folytatta az útját lefelé. Ez azt jelenti, hogy borzasztóan nagy bajban van a Facebook, és ezért éppen arra számítok, hogy a következő fél évben gyakorlatilag csak negatív territóriumban lesz képes mozogni. Rendelkezünk egy felső trendvonallal, és ezt azért húzom be nektek, hogy tudjátok, mit jelent az, amikor azt mondom, hogy negatív territóriumban. Ez azt jelenti, hogy mindenféleképpen arra számítok, hogy ez alatt a trendvonal alatt fog tartózkodni a következő minimum fél évben, de nagyon úgy tűnik, hogy annál sokkal több időről van szó. És hogyha most ezzel a Facebook valóban elindított egy bértrendet, akkor gyakorlatilag lehet arra számítani, hogy akár még 2022 végére, vagy 2023 elejére sem lesz képes kimászni be. Előle. Hogy van-e lefelé még helye a Facebooknak zuhanni, arra azt tudom mondani, hogy határozottan nyilvánvalóan nulláig mindig van hely, és mivel komoly problémával küzd a tech szektor, ezért igencsak elképzelhető, hogy fog is lefelé menni. Mégis az ok, hogy nem nyúlok bele short pozícióval a Facebook részvényébe, az az, hogy teljes mértékig kiszámíthatatlan a mozgása most már lefelé. A Facebook ugyanis más problémákkal is küzd, mint az előbb említett tech cégek, és ez miatt nála előfordulhat az is, hogy esetleg még intenzívebb lesz majd a lefelé szakadása egy mondjuk három hónapos oldalmozgás miatt. Ezt nagyon nehéz már kiszámolni, és nyilvánvalóan ott túl sok rizikó lenne a short pozícióhoz, úgyhogy a Facebook részvényét egy fogom is kiteszem a portfólióból, nem fogok vele foglalkozni egészen addig, amíg bearish trendben mozog. Viszont amivel szeretnék foglalkozni, az határozottan a Microsoft. Ugyanis a Microsoft részvénye stabil. A stabilitás alatt nem azt értem, hogy nem tud lefelé mozogni, mert látjuk, hogy ez is nagyon durván szakad, hanem még a szakadásában is stabilitást mutat a részvény. És egyébként nem számítok arra, hogy a Microsoft mondjuk mint cég eltűnik a következő 5 évben, de a metával kapcsolatban már felmerülnek kérdések. Ebben most nem is nagyon akarnék belemászni, a lényeg az, hogy nyilvánvalóan a Microsoft kártya is igen, igencsak negatív, hiszen látjuk, hogy le tudott szakadni, a 200-as mozgó átlag megpróbálta megtartani, végül a 281-es ellenállás volt az, ami ellent tudott tényleg nyomni a sorpozícióknak. Ezt visszapofozta, de már nem voltunk képesek fölfelé meghaladni az 50-es emát, és ez egy tökéletes bizonyíték arra, hogy komoly gondban van a részvény. Ha még egyszer meghaladja a 200-as emát lefelé, akkor egyrészt be fogom skalpolni a stabilitás miatt a 281,17 dolláros ár Azonban, ha ezt is megtörné, akkor már egy plusz problémával kell számolnunk. A plusz probléma egészen pontosan az a fejvállalagzat, amit itt látok, ami egyelőre még csak potenciál. Annyit közbeszúrnék, hogy egy-két hallgató nagyon félreértette múltkor az elemzésemet, ezért egy kicsikét furcsán néztem, amikor valaki megígyezte a YouTube videó kommentje alá, hogy beégett a fejvál alakzat predikció. Na most szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a fejvál alakzat, amíg nem konfirmálódik, tehát nem alakul ki teljesen, addig ez nem egy predikció, hanem egy lehetőség, tehát egy potenciál. Így nem arról van szó, hogy bármi is beégett volna, hanem arról van szó, hogy megpróbáljuk felismerni a hiba lehetőségeket, vagy azokat a forrásokat, amik tényleg potenciális veszélyt jelenthetnek a pozíciónkra, ha például éppen vételben lennénk. És pontosan ez történik most a Microsoftnál, itt is van egy potenciális head and shoulders, és megmutatom, hogy fog kinézni, ha esetleg beteljesül. Tehát a bal válla a Head Shouldersnek itt van. Ez volt a fejvál, amit teljesített a 281,17 dolláros szintnek az elérésével, és még vissza van a jobb váll, melynek a magasságát már elértük, kicsit túl tudtunk menni rajta, de ez még belefér a százalékos szabályrendszerbe. Tehát, hogyha ezt teljesíteni szeretné a Microsoft, akkor nyilvánvalóan kell neki majd egy jobb vál, amitől lepattan idáig. Mint említettem, én mindenféleképpen kihasználnám ezt a részvényt a 200-as mozgó átlag újratörése után sorpozícióban. pozícióban. Azonban, hogyha ezt a vonalat, tehát a 281,17-et is meg tudja törni lefelé úgy, hogy az visszatesztelve egyértelműen jelzi, hogy nem szeretne már tovább felfelé haladni, akkor gyakorlatilag validá válik a fejvállalakzat, és akkor már predikciónak számít, nem pedig potenciának, mely predikciós süllyedést próbál prediktálni a 223 dolláros szintig. Nos, a Microsoftnak a részvénye egy kicsit stabilabb, mint bármelyik másé, ezért lehet, hogy itt éppen érdemes kipróbálni a fixebb, stabilabb pozíciót shortban, tehát kevésbé mozgatjuk mondjuk a stop loss-t, nem egy perces idősíkon próbáljuk kivitelezni, hanem mondjuk egy óráson, négy óráson, vagy akár egy is, de még itt is óvatosságra intek, és arra, hogy ezt csak azt próbálja hogy aki tapasztalt, a sortolásban. Aki kevésbé, az nyilván skalpolni fog, és ez sokkal-sokkal jobban, nyilván itt is nagyon-nagyon kell a tapasztalat, de sokkal jobban kihasználható ebben a forrásban. Tehát itt is komplet tervel rendelkezem azzal kapcsolatban, hogy hogyan fogom kihasználni a Microsoftot. Ezt a, ezt a részvényt legalábbis mindenféleképpen ki szeretném. A következő, amit megnézünk, az pedig a Netflix. A Netflix is meg tudta törni azt az alsó trendvonalat, amit gyakorlatilag, ha valaki vásárlásban figyelte a részvényt, akkor nem kellett volna. Ugyanakkor ezt is egy teljesen történelmi méretű geppel törte meg. Meg tudott támaszkodni ezen a veszélyzónán, és úgy tűnik, hogy nem is tudja nagyon felfelé nyomni tovább a részvény, ezért nagyon valószínű, hogy le fogunk újra süllyedni. Nem most rögtön. Valószínűleg, hogyha a téli olimpia miatt egy kicsikét fel tud lendülni a részvény vásárlási kedv, akkor be tud szorulni a sárga és a kék vonal közé, amely igen fontos szint mindkettő számára, és nyilván akkor csak hónapok múlva fog tudni lefordulni majd újra a piros zónába. A piros zónában már így mozgást fog végezni, és feltehetőleg nagyon-nagyon nehéz lesz neki a felállás, de ha azt is meghaladná lefelé, akkor tulajdonképpen teljes mértékig el kell felejteni a részvényt a következő egy évben legalábbis, ami a vásárlásokat illeti. És ez is azt próbálja reprezentálni, hogy túl sok ellenállás, túl sok zóna lefelé, ezért a Netflix is egy olyan részvény, amint például a Meta, illetve a Facebook, amit nem érdemes sortban kihasználni. Tehát azért szerettem volna ezeket bemutatni nektek, mert nem minden részvényt érdemes sortolni, nyilván vannak biztonsági szabályok, hogy mit érdemes és mit nem. Nos, van egy részvény, ami nem feltétlenül néz ki ennyire jól, és lehet nevezni tech cégnek, megnézzük a Tezlát, és van még egy tőzsdei jelem, amit meg fogunk nézni, az pedig az USD -hoof, tehát az amerikai dollár és a magyar forintnak a forex csártya, mert hogy ott is alakul valami, de kezdjük a Tezlával. Nos, a Tesla az utóbbi napokban nagyon-nagyon szépen tartotta magát, és továbbra is a 881-es szint az, amit én mindenféleképpen támasznak tekintek. Én a saját pozíciómat igen hosszú távra terveztem a Teslával, de nekem is van egy veszélyzónám, ez pedig ez a piros veszélyzóna, amit ide kirajzoltam. Ha ezt meghaladja lefelé, magyarul a 780 dolláros szintet meg tudná törni a részvény, az automatikusan a részvényeim eladásával járna. Ugyanakkor, hogyha ezt a szintet nagyszerűen meg tudja tartani, akkor neki nagyon jó esélye van az oldalmozgásra a nagy ciklusának bezárásáig. Emlékeztek, korábban is ezzel a nagy cikluszárással kapcsolatban voltunk, nagyon izgatottak aminek a rajzát egyébként itt láthatjátok lent. Ugyanis amikor a cikluszárás megtörtént, akkor történt a korrekciónak a felső trendvonal törése, és tulajdonképpen a cikluszárástól indult el az új ciklus nyitásával felfelé nagyon intenzíven. Nagyon szép ciklust alakítottunk, hiszen gyönyörű felső pontunk van, és nyilvánvalóan a ciklus végén most már nagyszerűen süllyedünk lefelé, a kérdés, hogy meddig. Minden mélyebbre süllyed a Tesla, annál nehezebb lesz majd a következő ciklusát még egészségesebbbe húzni, úgyhogy nagyon-nagyon szeretném, hogy ezen a szinten megállna. Mivel nem én irányítom a Tesla-nak a részvény ár mozgását, ezért ezt én is csak remélhetem, azonban fel vagyok készülve arra, hogy mi történik akkor, hogyha lejjebb mozog, de arra is, hogy mi történik akkor, hogyha feljebb. Egyelőre mindenféleképpen maximum oldalmozgásra várok a tesla ami azt jelenti, hogy lesz majd emelkedése némi, de nem hiszem, hogy meg tudja egyelőre Adni az 1200 dolláros szintet. Ugyanakkor lefelé automatikusan reagálok a részvény eladással, hiszen nem szeretném látni, hogy a profitom elég, és még mindig lesz lehetőségem rengeteg, hogy a Tesla részvényt egy biztonságosabb szinten megvásároljam, és egy sokkal jobb szinten el tudjam adni. Addig is használom a folyamatosan, és lesz belőle pénzem. Na most mozdulhatnánk az USD Hoof csártra, de mielőtt megtesszük, még gyorsan annyit szeretnék megmutatni nektek, hogy egyébként mekkora bajban is van a tech szektor és a részvénypiac, és ezt az ETF-ekkel szeretném reprezentálni számotokra. Sokan voltak ugyanis nagyon boldogok az elmúlt napokban, hogy hú, az S&P 500 végre elindult felfelé, de szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az S&P 500 a szakadását követően mindössze csak 60% körül tudott visszakorrekciózni, és az 50-es EMA azonnal meg is állította, amint hozzáért. Tehát tulajdonképpen még mindig ugyanaz a predikció, hogy bár mozdulhatunk följebb maximum ebbe a régióba, a 470 dolláros szint környékére, gyakorlatilag így is úgy is akkora nyomás van rajta, hogy mindenki le kell, hogy süllyedjen. Erre a jelen pillanatban több mint 90%-os esélyt látok, ezért én mindenféleképpen azt próbálom kihasználni, hogy hogyan lehet sortban meglovagolni ezt a mozgást. Ehhez szükséges, hogy meg tudjuk törni a 200-as mozgó lefelé, de konfirmáltan ugyanis az előző törések nem voltak egészségesek, úgyhogy inkább a 436 dolláros szintre koncentrálunk, aminek a konfirmált törése már határozottan jelzi az zuhanás további részét. Az zuhanás egyébként az eddig az alsó trendvonalig feltehetően el fog jutni, ezért a skal pozíciókkal itt érdemes majd kihasználni ebben a régióban. Tehát nem érdemes most kereskedni az S&P 500-al, mert semmiképpen nem számolok azzal, hogy igencsak szignifikánsan felemelkedjen, viszont az oldalmozgás a következő hónapokban, főleg a téli olimpia alatt nagyon stabilan elhúzódhat. Viszont, hogy lássuk, mekkora is a baj, a US fölötét megnézve látjuk, hogy pontosan ugyanígy reagáltunk, és itt is komoly a meggyengülés, tehát nem sikerült a teljes mértékű korrekció, és már megint igencsak erősen lefelé mozdult meg a csárt. A US Fölti ugye bár a Wall Streetnek a tevékenységét próbálja reprezentálni, és bár itt most egy megtorpanás ponton van, és nyilván innen lesz valamennyi emelkedése, de kérdés, hogy meddig tudják kibírni, ugyanis komoly eladási hullám van még a Wall Street-en is. Csak hogy a nasdaknál nézzük meg, hogy is alakult ez, pontosan ugyanazt tapasztaljuk, csak egy sokkal rosszabb formában, mint az S&P 500-nál, hiszen nem csak, hogy kitörtünk a bullish trendből, hanem megtörtük a 200 es mozgó átlagot, és azt visszatesztelve újra elindultunk lefelé. Feltehetőleg a nasdak is meg fog próbálni felállni ebből a szituációból, de egyáltalán nem érzem az erőt benne, hogy szignifikáns magasságot tudjon elérni. Ezért itt is nagyszerűen skalpolható a nasdak, amint meg tudja törni a 13900 árat egészen a 12.688-es szintig végig gyakorlatilag skalpolható, hiszen nagyon stabil gyártyákkal tud lefelé mozogni. És csak hogy az európai kollégáját is megtekintsük a US 30-nek, a DAX is nagyon kemény szakadásban van, amely próbál kialakítani egy VICO formációt, mely VICO formáció eddig elég szabályszerű, és tulajdonképpen a 14800-as ár után, illetve annak megtörése után meg is kezdhetni a sűjjedést, mely sűjjedésnek az elsődleges célára az mindenféleképpen itt lenne lent a 12942-es szinten. Ez még nem minden, hiszen sokkal tovább is mehet a DAX lefelé, de egyelőre hagyjunk lépésről lépésre. A DAX egy olyan ETF csomag, amit érdemes kihasználni kifejezetten az intraday kereskedőknek, és kevésbé alkalmas egyébként a közép vagy hosszú távú kereskedésekhez. Úgyhogy aki intraday tapasztalt, és tudja, hogy hogy kell sortolni ezeket az elemeket, az nyugodtan belenyúlhat, hogyha már egyébként megtörte azt a szintet, amit megneveztünk itt a videóban. Na nézzük meg az USD-HUF-nak a csártyát, mert ez is nagyon sok mindenkit érdekel, hogy mi történik most a forinttal. Ha megtekintjük a dollár és magyar forint csártyát, akkor láthatjuk, hogy nagyon-nagyon agresszíven támadjuk ezt az alsó trendvonalat. Mivel a dollár egy igen meglepő elem tud lenni a piacon, ezért sok reményt ne fűzzünk ahhoz, hogy a világ végéig is le tud szakadni a forinttal a szemben, de hogyha ezt a vonalat megtöri, akkor itt most a kereskedőknek, akik a Forex piacon részt vesznek, határozottan érdemes kipróbálni és megpróbálni megkereskedni, amíg a süllyedés stabilan tud tartani a 296 forintot forintos szintig. A 296 forintos szint az amiben kicsit rizikós lesz, és meg is mutatom, hogy miért. A dollár index csártyán megtekinthetjük, hogy tulajdonképpen van még helye lefelé mozogni a dollárnak, ugyanakkor a 200-as exponenciális mozgó átlag már nagy valószínűséggel nagyon komoly szupportot fog nyújtani számára. Úgyhogy a szupport szint megtalálása körülbelül egy időbe eshet majd, az USD HUF csártyán található 296 forintos szint elérésével. Ez nyilvánvalóan a forintnak némi erősödés, de gyakorlatilag inkább arra fognám, hogy a dollár sokkal jobban gyengül jelen pillanatban a piacon, és nem kifejezetten a forint értéke változik. Így most itt is alakulgat egy kis lehetőség, de természetesen ez is short pozícióban. Vannak azonban vásárlási lehetőségek, nem is kevés, úgyhogy ha ez érdekel, akkor látogass el a Patreonra, hiszen mi ott vagyunk, és nagyon-nagyon sok anyag jön ki. Egyébként pedig kettő naponta bejelentkezek több órás elemzésekkel is, és folyamatosan frissítem azokat az elemeket, amiket követünk ez körülbelül összesen olyan 400 elem. Úgyhogy ha ez érdekel, mindenképp látogass el arrafelé, hogyha a kriptotéma érdekel, akkor pedig elég érdekes dolgokat említett meg a most hétvégi videóban a Globál Trend Youtube csatornán. Ha tetszett a videó, akkor ha akarsz, nyomsz egy lájkot, ha nem, akkor pedig nem. Én minden esetre nagyon megköszönném, és találkozunk a következő videóban, vagy a Patreonon. Sziasztok!